Sziasztok, Zsuzsi vagyok, NLP és Life Coach, hipnoterapeuta, valamint manifestációs szakértő. Emellett folyamatos képzésekkel biztosítom, hogy mindig a legmodernebb, legkorszerűbb tudományos és manifestációs eszközökkel lássalak el benneteket a vágyaitok elérése érdekében. Ha hasznosnak találod ezt a videót, kérlek iratkozz fel a csatornára, és nyomj egy lájkot erre a videóra is, mert így a YouTube algoritmusa sokkal több embernek mutatja meg ezt a videót. Ha szeretnéd támogatni a csatornát, konzultációra jelentkezni hozzám, vagy a webshopomat keresed, a videó alatti leírásban megtalálod hozzá linkeket. Köszönöm, hogy a nézőm vagy. Jó, ma arról szeretnék beszélni, hogy mi az egyik legfontosabb, kulcsfontosságú lépés abban, hogy megszabaduljunk a negatív tudatalatti programjainktól. Ugye mindenki nagyon jól tudja, hogy van egy olyan fogalom, kategória, hogy negatív hitrendszer, negatív tudatalatti blokk, hívhatjuk úgy is, hogy hátráltató tudatalatti hitrendszer, nagyon sokféle néven jelenik meg, mindenféle tanításokban, mindenféle tudományos könyvekben, de a lényeg az, hogy ez egy olyan tudatalatti gondolatrendszer, hitrendszer, ami automatikusan negatív élményeket generál az életedbe. Tehát nagyon nehéz megszabadulni tőlük, hiszen ugye tudatalattiak, tehát automatikusan csinálja az ember, mint egy rossz szokás. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk rossz szokás az, hogy valaki piszkálja a bőrét, vagy rossz szokás az, hogy rágja a körmét, ugyanúgy rossz szokás az is, hogy mondjuk folyamatosan azt mondom, hogy úristen, de drága minden, vagy hogy minden férfi egy disznó, vagy bármi ilyesmi. Az a gondolat, amit most elmondok, az én először Joseph Murphy-től hallottam, a lényege az, hogy ne fejezd be a negatív gondolatokat. Miért? Ugyanis amikor elmondasz egy negatív gondolatot, nyilvánvalóan minek utána ezek automatikusan jönnek, ezért ez munkát igényel, de amikor kimondasz egy negatív tehát egy negatív mondatot, ugye, akkor az történik biológiailag, hogy az annak megfelelő idegi összeköttetés az ember agyában, azaz az az idegi pálya aktiválódik. Tehát úgymond egy elektromos töltet megy végig azon az idegi pályán. Ugye ezek az idegsejtek, amik kialakulnak idővel, tehát ez lehet egy egyszeri erős érzelemhez kapcsolódó kialakulás, vagy lehet ugye az, hogy évek alatt alakul ki egy-egy idegi sejt, idegi kapcsolat. Ez mind-mind biológiailag jelen van az ember agyába. Aminek van idegi összeköttetés az agyunkban, idegi pályája, annak van tudatalatti programja. Tehát minden egyes olyan mondat, amit ismételten hallunk a fejünkbe, vagy újra és újra elmondunk embereknek, vagy kimondunk, akár csak az, hogy mindig bénázok, vagy úgyse vesznek fel, hiába megyek el erre az állásinterjúra, vagy hogy én ezt nem engedhetem meg, vagy hogy úgyse találok egy jó párkapcsolatot. Minden, amit ismételten hallunk a fejünkben, és negatív, persze pozitívra is igaz, az egy tudatalatti hitrendszer, annak van egy idegi összeköttetése, és akárhányszor ezt kimondjuk, vagy gondoljuk, akkor felvillant ez az idegi összeköttetés, úgymond, és erősödött. Tehát minél többször gondolod, minél többször mondod ki, annál tovább erősödik. És annál erősebb lesz a tudatalatti programja, tehát annál inkább fogod ezt tapasztalni az életben. Tehát ahhoz, hogy ezektől meg tudjunk szabadulni, ez nem egy egyszerű feladat, nem megy egyik napról a másikra, de az első, hogy meg kell ezeket állítanunk. Hiszen gondoljunk bele, ha amikor történik valami negatívum, és levonok egy következtetést, például, hogy megint elrontottam valamit, akkor ugye, ha meg tudom állítani ennek az idegi összeköttetésnek a villogását, akkor lehet, hogy csak fél percig villogott, és addig erősödött, de ha hagyom, hogy menjen egész nap, és egész nap ezen örlődöm, és lelki furdalásom van, és mondjuk folyamatosan nap végéig, vagy még éjszaka is ugye ezen agyalok, hogy mit rontottam el, akkor hosszú órákon keresztül villog ez az idegi kapcsolat, annál erősebb lesz a tudatalatti program, és annál inkább fogunk ez szerint élni. Tehát egyre bénább leszek, egyre inkább elrontok dolgokat, vagy bármilyen témáról van szó. Tehát lényeg a lényeg, soha ne fejezd be egy negatív mondatot vagy gondolatot. És ez igaz
magaddal kapcsolatos gondolatra, mondatra, vagy másokkal kapcsolatosra is. Hiszen teljesen mindegy, hogy te a Juliról beszélsz, vagy a Katiról, vagy saját magadról, a tudatalattid nem tud különbséget tenni. Van benned egy gondolat, van egy hozzá csapott érzés, és ez a kettő eredményezi a tudatalatti programot. Tehát ha van benned egy, mondjuk egy olyan mondat, hogy utálom mondjuk Julit, és van hozzá egy haragérzet benned, teljesen mindegy, hogy te Juliról beszélsz, vagy saját magadról. A gondolat és az érzés mindenképpen ugyanaz. Tehát ugyanaz fog benned kialakulni, harag. És ha spirituális szemszögből nézzük, ugye mind egyek vagyunk. Tehát ha Julira haragszom, akkor magamra haragszom. Innentől kezdve tudom, hogy ahhoz, hogy én magasabb szintre jussak, én fejlődjek, nekem jobb legyen az életem, ahhoz kifelé azt kell adnom, amit ugye én szeretnék visszakapni. De ez egy másik téma, tehát a panaszkodás az, hogy szidunk másokat, ez egy teljesen másik téma most. Viszont ugye a mai témánk az az, hogy ne fejezd be a negatív gondolatokat. És akkor lehet trükközni ilyenekkel, tehát ugye hallod a hangot a fejedbe, mondjuk már megint elszúrtam valamit, vagy úgyse fog sikerülni, és hogy tudod megállítani? Tehát ugye ez a kérdés. Egyszerűen mondod azt, hogy állj, stopp. Csúnyán is beszélhetsz magaddal, tehát én volt, hogy azt mondtam magamnak, hogy kus, elég volt. Bármit lehet. Lehet trükközni olyan, akkor mondjuk azt mondod, hogy most nem akarok erre gondolni. Állj, most ezt elteszem a fiókba. Ezt most félreteszem. Vagy lehet ilyenekkel trükközni, hogy mondjuk félünk egy eseménytől. Akkor azt mondom, hogy majd lesz valahogy. Úgy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Vagy ha pénzről van szó, majd lesz valahonnan. Majd valahonnan jön. Tehát kvázi elvágtam a negatív gondolatot, úgymond jegelem a problémát, és az emberek sajnos azt gondolják, hogy azzal, hogyha jegeled a problémát, ignorálod, elrakod a fiókba, azzal a probléma ugye nem szűnik meg, hanem ugye ignorálva van, de ez pont, hogy nem igaz. Az, amiről levesszük a figyelmünket, amit ignorálunk, és tudunk úgy ignorálni, hogy konkrétan örökre ignorálsz valamit, az meg fog szűnni. Tehát az el fog tűnni, hiszen meg fog szűnni az idegi összeköttetés az agyadban vele kapcsolatban, és onnantól kezdve nem fogod manifesztálni az annak megfelelő eseményeket. Tehát nyugodtan legyenekkel trükközni. Én tudom, hogy gyerekként nagyon sokat hallottam ezt a mondatot, hogy majd lesz valahogy. És aztán felnőttként, ha valamilyen nagy problémával szembesülök, akkor automatikusan ez is jön elő belőlem, hogy majd lesz valahogy. És mindig, természetesen mindig lesz valahogy. Tehát olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. És ez mindig segít az embernek egy kicsit így fellélegezni, hogy jó, akármi jön, jönni fog, szembe kell vele nézni, és túl leszek rajta. Oké? Tehát a lényeg, hogy megállítjuk azt a negatív gondolatot, azt a negatív mondatot, és szépen jegeljük. Elrakjuk a fiókba, ignoráljuk, azt is mondhatod magadnak, hogy jó, majd csak holnap foglalkozok vele. És aztán eltolod. Aztán majd lehet, hogy holnap elfelejtődik. Vagy azt mondod, hogy jó, majd csak egy hét múlva foglalkozok vele, addig nem. Ugyanúgy, mintha ilyen to-do list lenne, hogy rajta van, hogy majd ekkor meg ekkor ezt meg kell csinálnom. És aztán mondjuk halaszgatod, mert az ember a to-do listjén is halaszgat dolgokat, lehet a negatív gondolatokat, meg az aggódást, meg a szorongást is halogatni, aztán egy ideig addig halogatod, hogy már nem lesz hatása. Oké? Tehát lényeg a lényeg, soha ne fejezd be egy negatív gondolatot. Ez az, amit ma szeretnék nektek átadni, és kommentben pedig osszátok meg velem, hogy ki az, aki próbálkozott már ezzel, hogy megy, milyen tapasztalataitok vannak, nagyon kíváncsi vagyok rá, és köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!